felavatták a Sziszi sétányt és leleplezték az őt ábrázoló mellszobor új emléktábláját a Népkertben. Az eseményt az Erzsébet királyné szoboravatásának 125. évfordulója alkalmából rendezett Sziszi emléknapon tartották meg. A résztvevők Sziszi legendáját és életét is megismerhették. A Népkerti Erzsébet királyné mellszobor eredetije a Herman Ottó Múzeum új épület szárnyában, a Miskolc Annó kiállításban kapott helyet. Hatalmas taps kíséretében adták át a Sziszi sétányt a Népkertben az Erzsébet királyné szoboravatásának 125. évfordulójának alkalmából rendezett Sziszi emléknapon. Az eseményen leleplezték a felújított Sziszi szobor új emléktábláját is. Az ötletgazda és a kezdeményező Barkóczi István a Népkerti Vigadó tulajdonosa volt. A posztamenst, ami eredeti, tehát elég régi, felújítottuk, elláttuk újból táblával, mert hisz a Népkertben, akik megfordulnak, úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha tudnának azon kívül, hogy Népkertben van egy futókör, meg van egy játszótér, hogy mi minden történt a múltjában a Népkertnek. Ezért azt is elhatároztuk, hogy táblákat teszünk ki, itt mögöttem is van, ahol leírjuk röviden például az Erzsébet királynénak a történetét, a Népkert történetét, a Vigadó történetét. Barkóczi István hozzátette, Miskolc volt az első város, ahol Sziszi halála után szobrot állítottak neki. Különleges, mert egy rég elfeledett legenda fűződik hozzá. A Sziszi szoborról beszélünk. Barta Mária Viola színész a szobor legendáját olvasta fel a résztvevőknek, amely szerint Erzsébet királyné titokban 3 napot töltött szerelmével, gróf Andrássy Gyulával Miskolcon. Ezért úgy tartják, Sziszi máig örködik az égből az itt andalgó szerelmes párok felett. Egy nagyon izgalmas előadást fognak tartani. A Herman Ottó Múzeum színes előadásokkal készült a Sziszi emléknapra. Jakab Mátyás osztályvezető múzeológus és Barkóczi Ákos múzeológus Erzsébet királyné emlékezetét a korabeli Miskolcról a századforduló szobrászatában mutatta be. Az érdeklődők a népkerti mellszobor eredetiét is megtekintették, amely a Herman Ottó Múzeum új épület szárnyában kapott helyet. A kecses nő alak, aki megjelenik Stróbel Alajos kezei között, most ismét egy állandó kiállításban kapott helyet. És ezzel gyakorlatilag a látogatók, amikor a Sziszi sétányon végig sétálnak, a ligetben, a fák között, az ő szeretett fái között, vagy eljönnek ide a múzeumba, és megnézik őt, az eredeti szobrot, akkor 125 év történetébe is egy picit be tudnak pillantani. A Stróbel Alajos által készített mellszobrot 125 évvel ezelőtt, június 17-én állították fel a Népkertben.